Mögöttem láthatjátok a nagyméretű C-típusú odút, a vörösvércse költőládát. El is árultam, hogy a vörösvércséknek a szaporodására kiválóan alkalmas, ugyanis a vörösvércse nem épít fészket. Természetes körülmények között a vetésű varjak, szarkák fészkét használja szaporodás céljából, de hogyha az adott területen nem él vetésű varjú, egy szarka, akkor ilyen nagyméretű C-odukkal, költőládákkal segíthetjük fészek rakását, szaporodását. Ebben elhelyezi a tojásait, amelyből körülbelül egy hónap után kelnek ki a fiókák, és még egy hónapig a szülők szorgosan etetik a utódokat, majd, amikor szárnyra kelnek az ifjak, akkor még egy jó darabig segítik őket. Kifejezetten szereti a nyílt területeket, tehát az erdőt semmiképpen, úgyhogy olyan helyre tegyük ki ezeket a költőládákat, ahol egy ilyen füvesebb, ligetesebb, nyíltabb terület van, ahol ő kényelmesen tud vadászni, és hallhatjuk akár bent a városban egy ki-ki-ki-ki hangját, és közben a szárnyával csapdos, tipikusan jellemző erre a fajra, és akkor tudjuk, hogy vörösvércse van a közelben, és nyugodtak lehetünk az egerek terén.